Srácok, ismét az Avas testejéről jelentkezünk, és most legalább már van rá lehetőségünk, hogy megnézzük a két légvédelmi ágyúból, ha már csak egy maradt darabot. Ugyanis nyitva van a kapu. Itt szépen bemegyünk és meg fogjuk nézni az avasi légvédelmi ágyunkat. Szép, és nyitva a kerítés, nincsen rajta lakat. Úgyhogy szerintem merészkedjünk beljebb. Itt a kis légvédelmi ütegünk, pont bejöttünk a kerítésen, nyitva van a kapu. És már itt is vagyunk mellette. Úgyhogy mindjárt mutatom is közbe. Na, akkor. Legalább körbe tudjuk járni a légvédelmi üteget is. Wow! Szép állapotban maradt fönt. Szépen le vannak pontozva. Hát, mint egy légvédelmi ágyú. Láttam már egy pár ilyet. Nem csak az avasi az első ilyen. Szóval... Kiért csaj? Jó nagy csöve van. Aki emlékszik az egyel korábbi videóra, az tudhatja, hogy itt a helyén volt egy másik, és akkor még nem volt nyitva a kerítés, szóval nem tudtuk megnézni közelebbről is. Most pedig már meg tudjuk nézni, ugyanis elvitték az első számú légvédelmi üteget innen, a párja mellől. Valamint aki emlékszik a Bihar Nagybajomi vlogra, az már láthatott ilyen katonai fegyverzetet. Katonai fegyverzet, például a T-54-es tank, amin fent voltunk a tank tetején. Hát most igen, ebben a videóban Szandék is szerepelni fognak. Lényegében, aki tényleg emlékszik erre a Bihar Nagybajomi vlogra, a T-54-es tank, ahogy a tank tetejéről jelentkeztünk, hát most erre nem fogunk felmászni, de viszont csinálunk róla pár képet, és a nagy gép is most a nagy táskában van, a kis táska itt lóg az oldal. Remélem nem zárna minket. Jöjjenek a fotók. Szóval nézzük meg ezeket a csodás képeket. Rakok majd ebbe a videóba be. Nos, mivel a avas tetején nagyon ritkán járok, így olyan helyeket fogok most megnézni, amerre még nem nagyon voltam, szóval elindulok egy kicsikét lefele az avasra. Hát igen, a háttérbe most kell a munkálatokat elvégezni, ez miért is ne. Á, már látom, hogy mi van itt. Dzsumbúj! Borzadály, ami itt van, emberek. Itt lehetne legszebben rendet tartani fent a legegyszerűbben, és egyszerűen mi van itt? Dzsumbúj. Van egy csomó autópálya. Wow! RC autóknak kialakított kis pálya, vagy valami hasonló. Wow! Hát ez is össze-vissza van törve, fel van válva az egész beton, meg minden. És amarra? Elnézünk amarra is. De itt van egy kis út. El lehet menni megnézni. Hát itt az avasi nagy létesítmény mögötti területen vagyunk. És panoráma, öcsém, panoráma. Az igen. Szép, csak az a baj, hogy kibaszott nagy erdő van, a kibaszott nagy dzsumbúj van. Ez olyan, mint hogyha feljönnénk körülbelül erdőbe. Wow. És akkor innen megállunk, mert itt már egy erdős terület van. Tovább nézzünk, ugye itt a hátam mögött van egy kis erdős terület, vadak is lehetnek akár. De erre nagyon-nagyon ritkán járok. Sőt, annyira ritkán, hogy még most vagyok először ezen a területen. Itt ismét egy nagy pálya van, kis pálya van itt is. Ugye az ágyú hátam mögötti területen járok most jelen pillanatban. És itt van egy szalonnázó is kint, szóval ez egy inkább szabadidős tucmók akar lenni. Így körbenézünk körülbelül. Ennyi. Na mindegy. Itt most szépen
visszakanyarodok az útra, átmászok itt a kis dzsombójas erdős részen, és megyek vissza. De látjátok, hogy mindenhol csak a zöldet mutatom, mert itt csak zöld van. Itt van nem messze tőlünk a zavasi végállomás is. Amit elront az a kép, hogy csinálják az utat. Viszont örömmel látom azt, hogy a zavason is elkezdődött a biztonság, ugyanis ott van egy kamera. Az oszlopon van egy kamera. Ez a második partja annak a videónak, amit tegnap elkészítettem, pontosabban elkezdtem. Tegnap, nem is tudom, talán Tapolcán voltunk kint, most pedig feljöttünk a Majális Parkba, és itt fog forogni a pihenőnapi vlogomnak a második fele. Vízesés, fényképészet meg hasonló ebben a videóban. Vannak fent túrázók is, így hátrafordulok, és nekünk arra fog kelleni mennünk. Nagy kanon ismét nálam van, és már elkezdtem a fotózásokat, valamint nem csak az, hogy a fotózásokat kezdtem el, hanem így szét is néztünk jó kis helyeket. Nem tudom, hogy a forrásig fel tudunk-e menni, hogy a bobakocsi is tudjon velünk jönni, de az első tábláig a vizen túl elviszlek és megmutatom nektek. Na, itt lennénk a vízesésnél, és ismeretlen művészek tegeket hagytak a betonokon, plaszterokon, meg hasonlókon. Ott a tábla, azon is van egy ilyen kis vonatos piktogrammocska, vagy valami hasonló, de most itt meg is mutatom nektek, ugyanis három helyen is van. Az egyik az itt van a földön. A másik pedig ott van a túlsó parton. Amennyire csak tudok rázumolok, hogy ne pixelesedjen. Valamint itt a hídon is van még egy, azt is mindjárt megmutatom nektek. Itt lesz a hídon. Most pedig átmegyünk a hídon, és a hídon lesz a harmadik. Látjátok itt a Szimva felső forrása, és itt van a harmadik ilyen kis piktogrammocska, vagy tegecske, amit készítettek. Mi ezen az ösvényen jövünk tovább, és majd itt lesz egy tábla, amit megmutatok nektek. Nagyon régen voltunk már kint a Majális Parkban, ezelőtt körülbelül vagy fél évvel, szóval a Bodnár Gábor Cserkészpark beugró kerítésén vagy boltívén jövünk át, és már is mutatok nektek egy táblát is. Ez lenne a Bodnár Gábor Cserkészpark tanösvény. Bodnár Gáborról láthattok fotókat, és hogy 96-ig élt, 76 éves korában halt meg ugyebár, és őróla nevezték el ezt a tanösvényt, ezt a Cserkész parkot. Hát itt a víz teljesen kimosta az átugró kis járda részünket, mikor kiöntött a Szimva, teljesen idáig fent volt, és ezt a kanyarulatot ezt így csinálta. Ezért most csak egyedül tudok itt átjönni és a parkot megmutatni nektek. Itt jövünk el végig, itt folyik mellettünk a Szimva lefelé, és van egy kis ilyen beugró sziget. Emlékszem rá, hogy még nem most el teljesen itt az átugró, tehát itt még be tudtam régen menni, és meg tudtam nektek egy videóban mutatni ezt a területet, de már most csak így tudom, tehát itt volt egy ilyen kis beugró rész, látszik is, hogy innen át lehetett menni, teljesen vízhatlan volt itt a terület, de látjátok, hogy most már így egy ilyen kis kanyarulatban folyik a Szimva lefelé. Ez itt a felső forrás rész, itt egy fa, cserépdarabok, hát elég ocsmány, hogy ide a szélével cserépdarabokat lerakják. Látjátok, van egy ilyen kis átfolyás rész, és a Cserkész Park pedig itt terül el, mindjárt fordulok a kamerával és mutatom meg nektek. Megnézzük ezeket a táblákat, hogy néznek ki.
Cserkészpark történetéről az első tábla, és ott is még van kettő, azokat is megmutatom nektek, és majd megyünk még tovább, de már a többi táblát nem fogom nektek megmutatni, csak így. Meg vannak számozva a táblák, hogy hanyas táblát kell nézni, és hogy milyen információk vannak rajta. Szóval nekünk idáig tartott ez az út, és most megyünk szépen végig tovább, és csinálom tovább a videót, de már megint akkumulátor hiány leszek, úgyhogy igyekeznem kell ezt a videót befejezni. Jöjjünk vissza szépen a tanösvényen, ott, ahol elmosta a víz, ugyanis én a nagyparkban nem akarok a bográcsozók meg az ilyen környezetbe menni, szóval megyünk vissza, és megnézzük a másik oldalról is ezt a dolgot, de most kamerát leállítom, mert itt szerintem beesek a vízbe mindjárt. Na, most pedig a színvának a másik oldala felé megyünk egy kicsikét, szétnézünk és megnézzük a másik oldalról ugyanazt a területet. A szandék itt jönnek a háttérbe. Azért jöttem egy kicsit előre, mert bár a gyerek egy kicsit fáradt, úgyhogy muszáj lesz őt is elaltatnia. Mi meg közben kirándulunk és megnézzünk egy pár szép természeti csodát. Jöttünk itt a Majális Parkon a hosszabb úton. Ez az út már itt kifele megy az ösvényen Lilafüred felé, és itt van egy ilyen skanzenszerűség, ami itt már benőtt a fű. Mindjárt megmutatom nektek, itt fogunk pont elhaladni mellette. Nem éppen egy egzotikus látványosság, de azért, hogyha már erre jövünk, akkor megmutatom nektek. És több mint valószínűleg, hogy ezzel már zárni fogom a videót, ugyanis véges az időnk, és nem akarok 40 perces videót vlogból, de lehet, hogy lesznek még vágóképek is. De akkor most nézzük meg ezt a skanzenszerűséget így a kerítésen belülről, valamint majd innen az elejéről mutatok képeket. Csanyikvölgy megálló hely és busz megálló. És itt is folyik a színválnak az egyik esése, egy kis híd, és szemből jön egy 15-ös, felső majlá Tómassa, és akkor így van már egy kis közlekedés is benne, de igazából mi nekünk ez volna a lényeg, ez a kis forrás része a színválnak, és a fő célunk, mi idáig jöttünk, ez a végcélunk, ez pedig nem más, mint a Lilafüredi Állami Vasútnak a pálya szakasza. Látjátok, ott van egy kis ilyen bódérész, arról jönnek a turistázók, és az egyik célom, hogy erre a hídra felmenjek, ugyanis én ezt itt meg fogom nézni, és innen is a színvát lehet igazából látni. Megvan a végcélunk, és körülbelül arról szemből fog jönni majd egyszer a kisvasút, és azért eléggé jó feljöttünk, így gyalog is, itt pedig a színva esik lefelé, és arra felé megy, Garadna felé az út. Eddig már a vége tényleg a videónak, valahogy megéreztem én ezt az esőt, úgyhogy lassacskán pakolom el a felszerelést, és indulunk mi is hazafelé, még azért elmegyünk a kanyarig, és csinálok még pár darab képet. Látjátok, ez a nyugodtság, ez itt a kisvasútnak a szárnyvonala, és idáig azért érdemes egyszer legalább egy hónapban kijönni természetjárásra, mert nagyon szép, itt minden szép, az egész táj jól meg van csinálva, a vasút is, és gondolom láttátok azokat a videófelvételeket, amiket készítettem magáról a vasúti hídról, amin átjön a kis vasút. És az eső tényleg a végét mondja ennek a videónak. Ezekkel a képsorokkal zárom ezt a csodálatos vlog videót.
természetjárós vlog videót, ráadásul a Láev kisvasút pontom kis hídjáról zárom a videót. Ez a vége, ezt megmutatom még itt nektek, és tényleg zárjuk a mai videót. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ha pedig még nem tettétek meg, nyomjátok be a csengőt, és iratkozzatok fel TikTokon, Instagramon pedig kövessetek be. Sziasztok!